igazi kikimeccset játszottatok a Csíkszeredával, tényleg a végén dölt el a javatokra, hogy élted meg ezt a meccset? Eléggé savasak voltak a lábak, kicsit nyomott is, én legalábbis nyomottnak éreztem magamat, lehet, hogy egy kicsit túl lett tolva az edzés itt a héten személy szerint, de örülök, hogy a harmadik harmadban karaktert tudtunk mutatni, és nagyon fontos három pontot gyűjtöttünk be. Mik voltak azok a nüanszok, amik a végén a ti javatokra döntötték el ezt a meccset? Hát így most a mérkőzés után egyből ezt nehéz megmondani, volt egy szerencsés lövésünk, ami döntő megbizonyult. Akkor a harmadik harmadban kiemelném azt, a két ember hátrányt is kivédekeztetek, és az egész meccsen Nagy Kristóf nagyon jól védett a kaputokba. Parád, és igen, óriási tartást ad nekünk most már hetek óta a Kristóf. Folyamatosan jól véd, megadja nekünk az esélyt a győzelemre. Most a Geri is ugye visszatért, ugyanez volt a helyzet nála is. Kezdenek a kapusaink egyre jobb formával lendülni, és ennek az az eredménye, hogy be tudjuk gyűjteni a három pontokat. Sok sérülésből, illetve betegségből jövünk vissza. Nagyon nehéz volt, illetve nagyon fontos meccs volt ez, mert nagyon közel állunk egymáshoz a tabellán. Hát igazából, amit döntött szerintem az, hogy küzdöttünk végig 60 percig, és így a mi javunkra dőlt a mérkőzés. Lehet az is, hogy az utolsó harmadban ugyan volt két ember hátrányotok, amit nagyon jól védekeztetek ki? Mindenféleképpen az ember hátrányos védekezésünk, illetve az emberönyös támadásunk is ma nagyon jól működött szerencsére. Nagy Gergőnek is említettem, hogy azért ez a győzelem, ezt te is kellettél, nagyon jól védtél, és ő is ezt megerősítette, hogy látod a saját teljesítményedet. Hát igazából ez a kapusság, ez egy eléggé bonyolult dolog, szóval ide kellenek a csapattársak, akik segítenek, ott vannak a kipattanón, a hátvédek, akik visszazárnak segíteni, és illetve hogyha látom a korongot, nem állnak elém, és mint említettem, ennek a kipattanóra a srácok, akkor nincsen annyira nehéz dolgom. Sajnálatos módon nem az eredmény született, amit szerettünk volna, de őszintén szóval nem vagyok biztos benne, hogy elég jól játszottunk ahhoz, hogy megérdemeljük a győzelmet. Sokat hibáztunk, és a korongot ugye sokszor elvesztettük, úgyhogy nem volt igazi nagy nyomás rajtunk, és persze a Fradi elég jó csapat ahhoz, hogy ezeket a hibákat kihasználja. Ugye az utolsó harmadban sikerült az egyenlítés, és ott utána volt két ember előnyös helyzetet, tehát kis vagy hát kétszer két perc, amikor ember előnyben voltatok, de azt nem igazán sikerült kihasználnatok. Így van, az egy plusz pillanata volt a mérkőzésnek, és ha akkor gólt tudunk szerezni, akkor az meg másképp alakulhatott volna a vége, meg tudjuk szerezni a vezetést, ezzel tudtuk volna jobban irányítani a mérkőzést, de sajnos kimaradtak a helyzeteink, és utána a Fradi élt a sajátjaival. Mi döntött most a Fradi javára, Nagy Gergő? Nem tudom, személy szerint nem gondolom, hogy egy játékos kiemelkedő teljesítménye lett volna. Csapatként játszottak, és néha ilyen a jégkorunk, nem lehet mindig nyerni. Mindent megtettünk, és sajnos csak ennyi volt, ennyi jött ki ma. Azt mondhatjuk, hogy mindkét oldalon azért jó volt a kapus teljesítmény, sajátodat, hogy látod, azért többször is éltettek a szurkolók. Igen, nagyon hálás vagyok a támogatásért, mindig jól esik. Hát nem volt elég jó kapus teljesítmény a mi oldalunkon, ugyebár, de összességében majd én is megnézem a videót, és felmérem, hogy milyen hibákat vétettem, vagy esetleg hol tudnék javítani, és megyünk előre. Mentek Újpestre, egészen pontosan, hiszen holnap velük játszotok, és azzal zárul a magyarországi turné. Hogy látod azt a meccset? Legutóbb 7-6-ra nyertetek el. Igen, elég kaotikus mérkőzés volt utoljára. Reménykedem benne, hogy a holnap összeszedettebben és kompaktabban tudunk játszani. Nagyon-nagyon fontos pontokat szereznünk, főleg így, hogy ugyebár elvesztettük ezt a mérkőzést, nagyon nem szeretnénk kimaradni az első 6-ból. Nyilván újabb mérkőzéseket, vagy pluszban mérkőzéseket kell játszani akkor, és így is elég nagy a terhelés rajtunk a román bajnoksággal, úgyhogy nagyon-nagyon fontos mérkőzés a holnapi és a maradék kettő otthon is. Ugye most már az alapszakasz vége felé járunk, hogy látod így, hogy jön már a rájátszás, az Fradi felszálló ágban van? Hát nagyon reméljük, és úgy is érezzük. Jó kis meccseket játszottunk az elmúlt 4 mérkőzésünk, mondhatni. Mindent bele fogunk adni, hogy benne lehessünk a play-offban. Ezt majd a következő pár mérkőzés elmondja. Remélhetőleg igen. Mondod, mindjárt van egy következő mérkőzés, a Deac Elemit vársz attól a találkozottól? Ugyanilyen szoros kiki mérkőzést várok, és itthon fogjuk tartani a 3 pontot. Hát igazából rövid időnk van regenerálódni, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ugyanezt a teljesítményt tudjuk nyújtani, mint a mai nap.